Abel, kérlek, ülj le. Andrew? Hello. Hogy vagy? Abel? Abel? Álljatok le. Abel, alkalmunk nyílt beszélgetni egy kicsit, mielőtt ide értetek. És persze itt mindenki képes lenne hazudni még a saját anyjának is a halálos ágyán, de arra a következtetésre jutottunk, és azt mondhatom, hogy egy igen őszinte beszélgetés után szinte egészen biztosra vesszük, hogy akik emögött állnak, egyikünknek sem dolgoznak ebben a teremben. Mint tudod, számos kisebb szolgáltató is van a környéken, talán azoknak lehet köze hozzá, akik ma nincsenek itt. Peter, köszönöm. Köszönöm, talán így van. Azonban az elmúlt fél év során 500 köbméter fűtőanyagot loptak el tőlem és a családomtól. Azért kértük meg Billt, hogy hívjon ide titeket. Mert akik ennél az asztalnál ülnek, kizárólag azok képesek 200 mérföldes körzeten belül megvásárolni és tárolni ilyen tetemes mennyiséget. Szóval, nem számít, milyen marhaságot adtatok be egymásnak. Egyikőtök, vagy ketten, vagy hárman. Hagytátok ezt megtörténni azzal, hogy megvettétek ezektől a pipogyáktól, vagy ami rosszabb, felbéreltétek rá őket. Tehát azt mondom, álljatok le. Most. Legyen bennetek némi büszkeség, és álljatok le.